Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok így a internet bugyraiból, drága csatorna néző barátaim. A mai napi túra vezetésünk az Operation Whiteout, a harmadik Final Stand-es mapunk. 802-es Conquest Lounge mérkőzés, 6 darab kontrollpontért fog zajlani a küzdelem. És ez az egyik, hogy mondjam, mumus pálya volt idáig számomra, mert hát eltelt egy kis idő, amíg rájöttem, hogy itt hogyan is lehet eredményesen játszani. Mondjuk úgy valahogy én, nem tudom, egy beidegződés volt, hogy az infantry vonalat erőltettem nagyon. Ez annyit akart, hogy a járműveket csak a kontrollpontok közötti közlekedésre használtam. Meg nem is nagyon erőltettem a páncélosokat és a tankokat, meg ilyeneket, hanem kipróbáltam ezt a motorosszát, mert hát ha már belerakták, hát akkor nézzük meg, meg jó dolog volt vele ugratni, mert azzal is megöltem magam egy párszor. A lényeg az, elkezdődött a küzdelmünk, itt vagyunk a C ponton, megpróbálom húzni a zászlót, de hát lehet látni, hogy elég erős itt az enemy aktivitás. Ott repesik a fickó, igen, és ott lesz egy mérnök előttük. Jaj, halljál meg, jó van. Hát ez meghal, de már is jön egy páncélos, és úristen, hát sikerült talán egy tapadó aknát ráraknom. De kb. Eddig bírtam szuflával. Ja, de talán sikerült rásebezni arra a páncélosra az akna által, de megölni sajnos nem tudtuk, igen. Azért, nem tudom, a legújabb DLC óta egy olyan anomália előfordult nekem. Nem tudom, hogy ez mikor került bele a játékba, vagy hogyba, stb. Jaj, ott egy izé. Hát ez meghalt, jó van. Most próbáljuk itt tartani a D pontot, de nézzétek csak, jaj, hát ott kilóg valakinek a fegyvercseve. Hogy bolykál az illető úriember? Kár, hogy nem tudok átölni ezzel az izével a falon, de miért nem tudok átölni, ez csak egy sima flexi lemez. Na mindegy. Hát most kivégeztük a fickót, szerencsétlen nyomorúságot, és itt van ez a chip is. Ami nem tudom mit akart itt, mert hát ez egy páncélos ellen, ez bajmi keveset ér. Úgyhogy hamar el is vérzett az illető úriember. Az állás jelenleg 780 tiket nekünk, és 792 az amerikaiaknak. Ott a távolba csipák próbálnak meg, mondjuk úgy, hogy nézelődni. Ebből a távolságban elég érdekesen célzok meg, hát kicsit mozog is alattam a talaj. Ja, igen. És a Final Stand-es mapoknál van az a Saint of Karelia, meg ez. Ennél a két pályánál a 64-es szeróra felmentek, legalábbis nálam ez rendszeresen előfordult, kb. Minden egyes játékom alkalmával. Ilyen FPS droppok, meg ilyen mikrolagok, vagy nem tudom mi a tudók ezek, de érezhetően akar a játék, pedig a FPS számlálom az ilyen 65 és 45 között szokott lenni, de néha gondol egyet is leugrik 19-re, szóval elég érdekes így játszani, megmondom nektek őszintén. Akinek Übermeister gépe van és bírja a craftot, az gyanítom, az kisebb fajta sikerélmény katarzist élhet át, mert ó, már megint ott a csipusz. Aj, de hogy ezek olyan nehezen halnak, Istenem! Na hát, annak mostanság biztos sok sikerélménye volt, hogy micsoda játékos lett, mert olyan mondom nektek, gyerekek, hát alig bírtam embert megölni, mert valahogy mindig akkor kezd el belröcögni így a dolog, amikor pont valami action-ös rész van. Hát igen, itt nem volt sok időm lereagálni a dolgokat. Látszik, hogy magyar úriember nyírt ki engem. De hála a jó Istennek, a killcam azért jó, mert ilyenkor tudsz élvezkedni a téged kinyírt embered eleső tetemének a látványán. Ha! Na, de a fegyvert kéne váltani, mert most annyira nem jött be a Singer, úgyhogy átváltok RPG-re. Tehát kettővel ezelőtt volt egy olyan körömöcsém, gyerekek, hát azt láttátok volna, besírtok. Kétszer is lőttem le ilyen zsúfolásig teli helikoptert RPG-vel, nagy távolságból, meg minden. Csak sajnos azt a kört nem tudtam befejezni, mert aludt a lányom, és hát mondjuk úgy, hogy mikor fel kell, akkor nincs épp virágos jókedvébe, és ezt ordítással fejezi ki, úgyhogy annak a körömnek sajnos idő előtt vége lett, pedig hú, és én azt láttátok volna. Sose lesz még egy ilyen köröm. Na de mindegy is, a lényeg az, hogy azért tudok én úgy harcolászni, hogy jó legyen. Csak vannak, amikor kivált kép jó dolgok jönnek össze. Viszont jó lenne, kicsit összekapnám magamat, mert hát egyedül a B kontrollpont van a mi kezünkön. Hát az F az beszürkült, gyanítom most azt a társén próbálják összeszermányolni. De az összes többi kontrollpont az ellenséges kézen van, ami annyira nem baráti. Hát,
Ott egy ellenséges páncélos volt, gyanítom az az F pontot próbálja meg majd megnézni magának, úgyhogy én is arra veszem az irányt, annál is inkább, mert az most a mi kezünkön van, úgyhogy megpróbálom bevédeni, meg ott nagyobb eséllyel tudunk majd elbánni az illető úriemberrel. Élelmesebb szervereken azt vettem észre, hogy ezen a pályán a csapatok megpróbálnak falkába vadászni. Ez annyit akar, hogy a páncélosok azok összeverődnek ilyen 2-3-as bandákba, és úgy indulnak kontrollpontokat foglalni. És mondjuk így eléggé nagy eséllyel tudják megcsinálni a dolgokat, meg amiket meg kell csinálni. És itt van egy újabb páncélos, amivel felvettük a kontaktot. Hát ez egy szép sorozatot bekapott most. Egyből vissza is vett az arcából. Most próbál fedezéket keresni, meg menekülni is egy picit. Hát még tudtunk rásebezni egy vajmi keveset. Talán elég lesz, meg hát igen. Kedves kollégák is besegítettek, úgyhogy sikerült elintéznünk azt az ellenséget is. Viszont, melyik kontrollpont legyen a következő célpontunk? Szerintem a D-t fogom most magamnak megnézni. Annál is inkább, mert nem tudom, most az van hozzánk közelebb. A C az most elkezdett villogni, lehet, hogy arra fele is kéne próbálkozni, nem tudom. Majd meglátom, milyen hangulatban leszek most éppen. Azt mondja. Hát nézzük meg akkor a C-t magunknak. Mindeközben itt jön egy ellenséges helikopter is a fejünk fölött, ezt annyira nagyon nem szoktam szeretni, mert mondjuk ugye a helikopterek itt elég jól tudnak érvényesülni, hogyha megfelelő pilótájuk van. Ó, és a minimapra tekintve egy piros háromszög próbál minket RPG-vel vagy valami hasonló páncélosokra szánt fegyverrel megsemmisíteni. Ugye kicsit visszább is unulunk, megnézzük, hogy hol található az illető úriember. Jaj, hát ott a drága! Ja! Hát sajnos nem én öltem meg, de azért jó volt látni, hogy így meghalt. És hát ha már itt vagyunk, akkor megnézzük magunknak a D-pontot. Mindeközben folyamatosan sasoljuk a minimapot, mert az tulajdonképpen az nekünk a Szent Grál. Mondjuk ha hardcore szerveren vagyunk, akkor értelemszerűen nem kell nézni, de most látható, hogy hát igen. Így tudtam ki, hogy ott található az az ellenséges páncélos is, amiben most belengedtünk párat, és most kezdetét veszi a hajszó. Menekül a gyával, menekül, Istenem! Nem bírja felvenni a harcot, mi meg megyünk utána, és folyamatosan próbáljuk spotolni a kedves társainknak. Nem mindig vettem észre, hogy azért hajlamosak a csapattársak a spotolásra. Volt olyan, hogy egyedül én voltam az, aki spotolt, de a részét nem is nagyon értettem, hogy de mi? És hajj meg! És jó van. Már semmi sült az illető úriember, jó? Hú, de megnyugodtam. Na, azt mondja, itt vagyunk az F pont közelében, ami újfent ellenséges kézen megtalálható. Az állás jelenleg 693 tiket nekünk, és 722 az amerikaiaknak. Tehát még mindig ők vannak fölénybe. És az illető úriember most ott motoros szállnál próbált meg menekülni, de szerintem itt leszállt. Ezeknél a kicsi sátraknál, mert hogy valahol itt található a Railgun, vagy mi a túró annak a neve, az a Gaussá, jó faszom hülyeség. És hát most keresgélem is az illető fickót. Tudom, hogy itt van valahol, már láttam felvillani a piros háromszöget. Szétlövöm itt ezeket a sátrakat, azt akkor vagy jó lesz, vagy nem. Hát ott nem bujkál. Ott sem bujkál. Ó, és látjátok, kiírta nekünk a fickó, hogy keresel, elvesztettél? Ó, hát igen, elvesztettelek, haver, jó van. Ennyit rólad. Na, azt most örül neki, hogy lelőttem, tök vicces. Jó van, gyerek, hát értek én a szóból. Na és az A és a B kontrollpont van most enemi kézen, a többi a mi kezünkön, úgyhogy most talán most jön el az ideje annak, hogy forduljon a kocka. És a C kezdett el most villogni, nem tudom mit évő legyek, megpróbálok megnézni magamnak az A pontot. Az a gáz, hogy most hóvihar van és alig látok, de valaki folyamatosan elkezdett minket mérni valami jószággal, közben egy mérnök, egy medik is itt van előttünk. Reméltem, hogy a robbanásba bele fog halni, de nem, ez még mindig itt lejmul. Ó, pedig mit rásebeztem el, de közben meg az a kuntakinte kinyír minket javelinnel. De nem robbant fel a izém, azt hittem felrobbant, nem, csak a javelinnek a robbanása nyölt meg minket, jaj, de jó. Hát, tudja rajtatok kiigazodni az ember, na jó.
megint megyek páncélossal, mert ezen a pályán a páncélos a tuti taktika. Most nem akarok semmi hülyeséget mondani, meg stb. De páncélosra 10-szer hatékonyabb vagy, mint amúgy. Itt van még a pályán ez a lebegő tank, ami hát megfelelő kezekben kerül félelmetes pusztításra képes, de azok a csávokák nagyjából úgy állítják be magunknak a dolgokat, hogy a tulajdonképpen mint infantris játékos, vagy még úgy egyáltalán nem is nagyon születnek le a pályára, hanem az egér érzékenységet alapból a járműhez állítják be maguknak, mert amúgy eléggé nagy távokat kell lekarcolgatnunk az egérrel ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy kellően érzékenyen forduljon a tankunk és rá tudjon állni a célre. Baromi érzékenyre kell állítani az egeret. Viszont akkor a lényegében, ha kiszálltunk a tankolón, attól kezdve alig tudunk majd valamit kezdeni magunkkal, ha csak nem alapból úgy szoktuk meg a játékot, hogy ilyen állatérzékeny egérrel tanultunk meg játszani, mert akkor talán van esélyünk. De ezt leszámítva amúgy nem nagyon. Hú, sikerült befoglalnunk a pontot, meg kicsit rásebeznünk arra a páncélosra, jaj! Hát ez kellemesen eltalált engem, ez olyat is repült a hullám, hogy öröm volt nézni. Júj, és még meg kéne rémíteni itt a fiatalembert. Az valaki feltámasztott engem, jaj, szeretek a halálon is túllépni. Na, továbbra is tartjuk az A pontot, többé-kevésbé, és azzal a páncélossal próbáljuk meg felvenni a kontaktot. Szerintem sikerült annyira megrémítenünk, hogy már nem nagyon akarjon ide bejönni, és még mindig tartjuk ezt a kontrollpontunkat. Hát az állás 653 tiket és 589. Az amerikaiaknak magyarán átvettük a vezetést. És a dolgok jelenlegi állása szerint ezt még tudjuk is így ebben a formában tartani. A C pont van most ellenséges kézen, plusz még az E. Azt hittem sikerül elkapnom a csáó, nem sikerült. Ja, szoktam próbálkozni ilyen videóban látott módszerekkel, hogy igen, csak bombázzák a többiek a C pont, ugye, úgyhogy szerintem eljött az ideje annak, hogy megpróbáljuk azt be is foglalni. Mondjuk ennek a pályának több stratégiailag jelentős pontja van, de a legfontosabb a C, mert azt található a pályának a közepén. Egy úriemberrel sikerült végezni. Ezt a hála égnek egy a távolba háttal nekünk volt. Sajnos vele nem tudtunk végezni, de kellőképpen megrémítettük ahhoz, hogy elpusztuljon. Sikerült beszürkítenünk a C-t. Egy halál, még egy halál. Olcsém, ezek úgy hullanak, mint a legyek, és hamarosan meg lesz ez a kontrollpont is. Oj, de csodálatos érzés, jó van. Na szóval a C-nek az a fő jelentősége, hogy nagyjából a pálya közepén található, és hogyha itt le tudnak spanolni az emberkék, akkor kb. Minden kontrollponthoz a lehető leghatékonyabban tudnak elnyomulni. A magyarán a szélrózsa minden irányába. Ajajajajaj. És még a másik nagyon-nagyon fontos pontja lehet ennek a térképnek, az pedig az F. Mert hogy ott található ez a tenger alatt járó, ahonnan vezérelni lehet a bombázót. És bizonyos esetekben, jó, mondjuk azért is sem nagyon sokáig használható a bombázó, mert kb. Végig súlyan a térképen. Az A pontra nagyon nem is tudsz rálőni, az R-re, F-re, C-re és a D-re. Hát a B-vel meg nem nagyon érdemes próbálkozni, tekintve, hogy az javarész föld alatt van. Úgyhogy ezekre a pontokra csapást lehet mérni, de a C-nél általában mindig nagyon nyűsé, és arra a legjobb a bombázónak a rálátása, és hogyha kellően jól megszórjuk a területet, akkor igencsak jó killeket tudunk elérni így bombázás által, és hamar el tudjuk így dönteni a mesnek a kimenetelét. Ja igen, meg hát most itt commanderek is elég aktívak, tekintve, hogy a cruise misszilével is igen hatékonyan lehet írtani az ellent. Most a minimapra tekintve próbálom meg felmérni nagyjából, hogy merre lehet itt körülöttünk az ellenség. És hát a dolgok jelenlegi állása szerint, úgy néz ki, hogy elvéreztük, úgyhogy jövünk ide húzni vissza a pontot. Amúgy a C pontot szerintem mindig a legérdemesebb, van itt ez a furcsa kinézetű állomás. Vagy annak az aljába. Hát igen, én néz ki, amikor lecruise misszilézek minket. Ki van egy kis reakció időben a késés, mert először elhomályosodik minden, és csak utána pusztulsz meg, de a lényeg az, hogy most nem a mi kezünkön volt az F, és ennek meg is lett a következménye. De, a mi kezünkön van az F, akkor hogy a francba tudta? Ja, igen, mert hülye vagyok, ez commander volt, nem izé, mert a bombázó is tud cruise misszilét küldeni, hogyha nagyon akar. Ezt még valahogy mindig elfelejtem.
Na, de leszülettünk a B pontra, de ez egy annyira jó leszületés volt, hogy egyből Tarkón is lőttek minket. Most az ellenség próbál megint egy kicsit fölén kerekedni. Ebből látszik, hogy nagyjából ki van egyenlítődve a két csapat között a harcoló feleknek az aránya. Az F az fehéren villog, úgyhogy szerintem elmegyünk oda. Annál is inkább meg kell nekünk a bombázó. Nehogy már az ellenség még ezzel is szórakozzon, mert az is eléggé fájdalmas érzés tud lenni. Na nézzük, és ott vannak fönt, jaj a kis hamisok. Az amúgy eléggé egy halálcsapda részt, mert hát igen, oda felmész, oda tök jól rá tud lőni mindenki. Na jó, ilyen nagyon nagy robbanó cuccokkal nem, de hát azért eléggé sarokba lehet szorítani az ott található ellenfeleket. Elkezdtük húzni visszafele magunknak az F-pontot, valaki ránk lőtt, de hát most ez annyira nem nagyon nem hat meg, mert két páncélos is itt van, három. Úgyhogy erről mondtam, hogy falkába érdemes vadászni, mert sokkal hatékonyabb a dolog. Átváltottam szépen a géppuska részhez, és igen, innen már könnyebb a kivégzés. Úgyhogy meg is szereztük az F-pont fölött az uralmat, és még itt megtalálta egy ellenséges helikopter pont fölöttünk. Hú, Istenem. Jaj, na, hegyeses vele is sikerült végezni, na. Hát egy kicsit hosszadalmas a mai mérkőzésünk, nézzétek el nekem, de hát a Conquest Lázsnak az az egyik pikantériája, hogy nagyjából 3-4 óra és óra között tart egy kör. Hát eléggé sokat szenvedtem, amíg végre találtam úgy egy szervert, hogy az elejétől a végig ott legyek a meccsen. És hát úgy is sikerüljön az a meccs, hogy az nézhető legyen, és a többi, és a többi. Most itt vagyunk az elponton. Piros az egész, de hát ellenséges kézen van. Megpróbáljuk szépen visszaszerezni itt az uralmat, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy és milyen módon fog sikerülni. A messzi távolból ott megtalálható volt egy ellenséges úriember, akit a többiek elintéztek. Pedig én akartam. És gyönyörű szépen nagy távolságokból is el lehet ilyenkor látni. Ja igen, nem beszéltem még arról, hogy ezen a pályán, tekintve, hogy ez valami észak-sarki, vagy déli-sarki, vagy akármilyen sarki, tehát ilyen fajos területről beszélünk, megint csapódnak befelé a rakéták, az amúgy marha jól tud kinézni. Na, a területről beszélünk, itt a Levolution az az, hogy nem dől össze semmi. Bár mondjuk, hogyha én csináltam volna ezt a izét, tuti azt raktam volna bele, hogy elkezd széthasonni a jégtábla vagy valami, és leválik egy ilyen szigetté, vagy valami ilyesmi. Sokkal izgalmasabb lett volna, mint így, hogy jön egy hóvihar, egy szimpla hóvihar, és akkor lényegében annyi dolog változik, hogy hát nem látol messzire. De hát, ha jó optikát állítod be a fegyódra, nekem az a izé optika van, IRMV, vagy mit tudom én, milyennek a neve. De a lényeg az, hogy fekete-fehérben mutatja a dolgokat, és fehéren vakít az ember a sötétbe, és így hóviharban is totálisan ellátok nagy távolságokra. Úgyhogy elég jó ez a fajta optika erre a pályára. Direkt azért is választottam, mert tényleg jó lehet vele ilyenkor célozni, lőni. De most elkövettem azt az egyik nubságomat, amelyeket néha sokszor el szoktam követni. A nagy nyílt terep kellős közepén megálltam kempelni, ami azért is nagy hiba, mert ilyenkor tökéletes célpont vagyok mindenki más számára. Hála égnek azért az úriembert felrobbantották C4-e lehetett. Ezért jó a kilkam. Édes dolog a bosszú, haha. Na, most helikopterbe fogunk huppanni, annál is inkább már most lusta vagyok megint egy fél órát utazni azért, hogy eljussak egy kontrollpontra, ahol lehet, hogy egyből Tarkón is lőnek. Megpróbálok leszállni a C-pont tetején található épületnek a tetejére. Mint látom, ott már azért van egy ellenséges csip, úgyhogy megpróbálom elütni, talán össze fog jönni. Legalábbis remélem, hallja meg! Nem, és még azelőtt meghalt, hogy elütöttem volna, de szomorú. Nem baj, egy úriember meghalt. Ez is meghalt, jó van, gyors táradás. No zoom, ez is, úristen, négy embert megöltünk, van még, és még mindig van, Na hát ez már kicsit sok volt. Azért eléggé nagy darab volt itt most ezen a helyszínen. Hála énnek azért végeztem annyi pusztítást, hogy a társaimnak még legyen annyi életereje, hogy... Ja nem. Lenyíták a társaimat, és nehezen adják nagyon ezt a célpontot. Az állás jelenleg 539 sziget nekünk, 472 az amerikaiaknak. De csodálatos, ez szépen alá aknázza. Persze állandóan szoktam nyomogatni a Q, de valamire, hát igen, az aknát lehet nem spotolja. De akkor se láttam a hóban, hogy fekete akna ott heverne. Lehet, hogy nem tudom, az aknának a színét is lehet állítani. Nem hiszem. Na mindegy. Tudjuk be a nubságomnak. És most merre kéne támadni. Láttátok, az egy cruise missile volt, szép, nagyon pukkan. Mondjuk
Nem a kifejezetten a legjobb játékok közé tartozik a Battlefield 4, mármint így játékmechanikai szempontból, stb. Már hát azért elég jó sok húg van még mindig benne. Viszont, hogyha kellőképpen összeáll a játékos közösség, meg vannak commanderek is, és tényleg mindenki küzd apai, anyai módon, nem csak így felmegy trollkodni egy szerverre, akkor igazán kellemes kis összecsapások lehetnek a dologból. Úristen, mit akarsz itt, haver? Egyből, hogy rám jött volna. A kis szemétláda. Ó, és itt van megint egy ellenséges páncélos. Elkezdtük lőni. Gyerünk, haver! Jó, hát a sikerült megsemmisíteni. Az a gáz, hogy itt csak úgy hemzsegnek az amerikaiak. Már is kaptam egy kis izét. Sumót. Próbálok visszavonulni, csak mögöttem pont egy emelkedő van, úgyhogy nem nagyon jött össze a dolog. Megpróbálok átülni a gépágyúhoz, mert hát igen. Nem tudtam elég gyorsan lereagálni. Általában, amikor ilyen járműves harcot próbálok erőltetni, és ilyen gyalogosok vesznek körbe, akkor mindig megpróbálok átülni a gépfegyverhez, mert sokkal gyorsabban le tudom reagálni a gyalogságnak a reakcióit, meg amúgy jobb is ellenük. Hú, na itt vagyunk a E ponton, és valaki lő minket, azt hiszem a levegőből, vagy a szikla tetejéről. Megpróbálok fedezékben maradni, és legalább addig életbe, amíg be nem foglaljuk a pontot, már most itt nem az a cél, hogy totálisan megsemmisítsünk mindig mindenkit, hanem a pont legyen a mi kezünkön, mert az a játék szíve lelke. Hát a helikopter az le is szeret szépen, igen, hát. Néha hozzá kell szokni az ilyen dolgokhoz is, de mint látható azért ők is most zuhanó ágba kerültek. Leszülessünk vissza az erre, vagy ne szülessünk le. Hát most megyünk megint egy kis helikopterrel, aztán meglátjuk, hogy mihez fogunk tudni ezzel kezdeni. Mondjuk nem pont így terveztem, csak hát pont beellőztek engem. Ott van egy ellenséges helikopter, spotoltam, hogy hát a kedves kollégánk rámegy majd. Hát, elnyomok egy RPG-t a kontrollpontra, volt már, hogy így ki tudtam elérni. Jó, mondjuk nagy ritka. Jó. Jézus ereje, na jó, én inkább elhagyom itt a hajót, mert tök lecserek között helikopterezni annyira nem szerencsés dolog. Most már távolból rám is lőttek. Honnan a francból látnak engem, amikor én nem látom őket? Jaj, már megint megpróbálok életbe maradni itt a semmi közepén. Ah, egy ellenség már kereste a testemet. Hát vele sikerült végezni. Viszont lehúzta annyira a HP-mat, hogy ne érezem már magam annyira jól. Megpróbálok valahol itt meglapulni és életbe maradni addig, amíg vissza nem gyógyulok. Hát igen. Az a gáz, hogy vagy spotolt engem az úriember, vagy nem tudom. Ennyire szemfülesek a kollégáim, mert hát rövid úton megkerestek engem. Ó, oh, és a Commander is úgy látom elég aktív az enemy része, mert már 5800 korsznál jár. Úgyhogy gyanítom a cruise missziléket igencsak pörgeti. Hú, na. Akkor keressünk magunknak megint egy kellemes úriembert, akivel elbeszélgethetünk. Az északi sarki, vagy déli sarki harcolás mikéntjéről. Mondjuk, egy dolgot nem értek ebbe a térképe. Itt vannak ezek a nagy böszme, csíkos, piros-fehér csíkos izék. Ezek mi a jó túrók akarnak lenni? Én nem jöttem rá. Ezek valami hűtőtornyok, vagy azért építettek ekkora nagy valami izét, hogy felfogják a szelet, vagy mik ezek? Komolyan mondom, én nem tudom. Ja, na, de azt mondja, hogy... Elkezdtük húzni a D-foltot, és kedves úriemberrel sikerült végezni a kollégámnak. Ó, és ott van mögöttünk egy mérnök, aki hát az a cél tűzte ki önmagának, hogy lemészároljon minket, de hát ez annyira hála a jó Istennek nem jött össze. Ó, és visszagyógyultunk szépen, úgy néz ki, hogy meg lesz a D-pont, viszont itt van ez a drága jó ellenséges páncélos. Ah, imádom ezt a izét, amikor benyomják ezt a reaktív armort, vagy mi a túrót, és akkor hiába lövöd, nem sebez rá. Mindenesetre megvan a D-pont, meg a jármű is. Úgyhogy megint a járműves harcot próbáljuk megerőltetni, elkezdünk nyomulni a C-pont irányába, bár most itt az egyik helikopterről peregtek lefele az emberkék, úgyhogy velük kellene majd elbeszélgetni. És ott annak a valaminek az aljába volt egy úriember, akivel most sikerült végeznünk. Hú, és most meg kéne nézni magunknak a C-pontot újfent. Hiába, no, az mondom az egyik legjelentősebb pontja a pályának. Na, egy újabb halálos áldozat. Hála égnek olyan helyre ment, ahol tök jól rá lehetett látni. Remélem most nem találnak meg olyan nagy ütembe a mérnökök.
Az a poén, hogy mindig aláaknáznak itt mindent. Alig lehet ezeket észrevenni. Meg felrobbantani, nem tudom, mert régen a játék, amikor kijött a BF-nél, sokkal könnyebb volt az aknákat felrobbantani, most azért killódás az egész. Elhasználom a töltényeimnek az 50%-át ahhoz, hogy egy darab aknát fel tudja végre robbantani. Na, elkezdtük húzni szépen a C pontot. Hát az állás 439 ticket nekünk, és 349 az amerikaiaknak, és ott bújik egy asszó út. Hát sikerült egy kicsit rásebbezni, úgyhogy szerintem elég időt nyertem ahhoz, hogy meglapuljon. Nem hiszem, hogy medic pack van nálad, mert M320-szal lövöldözte a páncélosomat. Magyarán akkor ilyenkor nem valószínű, hogy vissza tudja magát olyan egyszerűen tápolni. Plusz még sebeztünk is rá egy kicsit, és a társunk is elintézte. Hála a jó istennek, most a mi commanderünk nyírta ki a... itt megtalálható enemiket a cruise missilével. Hú, és... tehát nagy távolságból sikerült leszednünk azt az úriembert. Most azt kéne kitalálni, hogy mit csináljak, mit csináljak. Ó, és ott egy használatban lévő páncélos autó. Hát ő szerintem meg fogjuk semmisíteni, mert jó, hogyha meg van semmisülve. Ez az fiú, meneküljél, meneküljél. A hülye gyerek ilyenkor mindig azért használja a fedezéknek, de arra nem jött rá, hogyha felrobbantod a járműt, az rá is fog sebződni, és ilyenkor ugyanúgy megölöd. Jó, mondjuk a kilt nem neked a fogja beadni, de azért így is eredményt tudsz elérni. És a halott enemi a jó enemi. Na most megnézzük magunknak az L pontot kicsit közelebbről, elkezdett villogni az F pont. Két páncélossal is ide jövünk, viszont... hát elkezdődött egy szirénázás, ami elég bajó számomra. Most gyorsan megsasolom. Ó, igen, pont most jött le ez a izé. Á, az felénk kanyarodnak a rakéták, úristen! Á, rohadt anyádat. Ez azért elég fájdalmas volt. Á, most megölt vagy 5-6 embert ezzel az egy bombázással. Kis buzi. Ja. Na jó, nem adom fel, akkor is megyek vissza az L-pontra, legalább már bombázást megúsztam. Olyan szempontból, hogy ennél a körnél már nem kell arra számoljak. Na nézzük. Azt mondja, hogy 406 tiket nekünk, 301 az amerikaiaknak. Itt vagyunk az L-ponton, próbálnak menekülni az amerikaiak motorosszánnal. Menjél, Tegané, menjél! Biztos, hogy gyere! Jó van. Kedves kollégám, az nem tudom, hogy került ide, az előbb még nem volt itt. Vagy csak simán úgy megbújt, hogy jó legyen. Mindenesetre elkezdtük foglalni az L-pontot, és a dolgok jelenlegi állása szerint most már sikeresen meg is fogjuk tudni foglalni. Jó. Meglepő, mert amúgy ezzel a lebegő tankkal nem olyan sűrűn találkoztam. Nem. Sőt, szinte egyáltalán nem találkoztam még a pályán, pedig máskor ezek olyan puszítás hajtanak végre, hogy komolyan mondom, le a kalappal. Volt egy gyerek már valami 50-0-nál járt, és még akkor se bírtuk megölni, amikor hatan mentünk rá. Mondjuk azért már azért elég nagy paradoxon volt. Na de... az A pont villog, a B pont villog, általában a B-vel nem nagyon szoktam foglalkozni, mert az eléggé egy, hogy is mondjam. Az az egyik legmacerásabb pontja ennek a pályának. Tekintve, hogy be kell menni egy ilyen alagútba, és akkor most hát egy ilyen... mondjuk úgy egy ilyen garázsféleségbe. És akkor ott kell húzni a zászlót, de közben ilyen különböző alagutakon, meg szerelőaknákon keresztül mindenütt meg tud bújni körülötted az ellenség, úgyhogy elég kellemetlen pont tud lenni. Itt vagyunk a D-nél, keresjük az ellenséget, ott van, azt hiszem előttünk ott aknák vannak, igen. Az valami robbanó cucc volt, úgyhogy szépen azokat fel is számoltuk. És bejöttünk ide a D-re, átültem szépen a géppuskához, hogy jobban lereagáljam, hogyha van valami. Mindig a minimapot kell figyelni, ilyenkor a piros háromszögek felvillanása aranyat ér. Ó, és már is ott látható az illető úriember, erről beszéltem. Na, sikerült kivégezni. És megint itt egy ellenséges páncélos, hát eléggé bátor a fickó, mert hát ketten is itt vagyunk, plusz még a gyalogság. És ő szerintem meg egymaga, úgyhogy hamar véget fog érni a fickó. Szevasz. Hát igen, ezt nem én öltem meg, de hát kellemes volt a látvány. Na de, amit beszéltem a Levolutionről, eljött a hóvihar ideje, és mint látható a látótávolság ilyenkor erősen meggyengül. De valamerre el kéne indulni, mert hogy megint elveszítettük a kontrollpontjaink nagy részét, és a bombázó az már megint itt köröz a fejünk felett, bár most a mi kezünkön van, de villog az F pont.
Hova is kéne menni, hova is kéne menni? Hát csak a B pontot meg akarja nézni a kedves kolléga, úgyhogy muszáj vagyok vele tartani. Erről beszéltem, ott az egyik illető úriember, ott a másik illető úriember. És be kéne hatoljunk ahhoz, hogy elpusztítsuk a kedves csókát. Ott az oszlop megett egy asszó, hogy próbál meglapulni. Talán tudunk rá annyit sebezni, de hát... nem tudom. Az a gáz, hogy itt a fal mellett megbújó kis köcsögök olyan előszeretettel szoktak C4-ezni meg rakétázni, hogy alig lehet itt életbe maradni. Mindenesetre a belünk szemben megtalálható fickókat könnyű szerrel elintéztük. Most nem tudom, mi a francék kellett így hátra sietni, mert ezzel azt érte el a kedves kolléga. Hát igen, az ott egy ilyen tank volt, de az is megútrekkert volt a sziklák között, hogy szépen beszorultunk ide a páncélossal. Magyarán el kell hagynunk a járművet. Íme ezért, hát innen már ki nem jön. Ó, de örömmel látom, hogy sikerült nagyjából az élre kerülni, bár még mindig nem tökéletes, de alakul a dolog. Jövünk ide vissza a B pontra, és megpróbáljuk megfigyelni az ellenség mozgását. Na nézzük. Hol vagy te fiú, hol vagy? Dugd ki a nózidat, ott a feje. Na, sikerült egy kicsit rálőni. Oké, talán vele sikerült is végezni. Bejöjjünk a húzózónába, befoglaljuk a pontot. Majd szerintem gyors ütembe el kéne hagyni a helyszínt, mert nincs kedvem sokáig itt tartózkodni, mert hamar elhullás van. Jaj, a D pontot próbálják meg foglalni a levegőből, de hamar visszavonulót is fújt az illető úriember. Szállító transport helikopter, 2 ejtőernyős, és... Úristen, 3 ejtőernyős, 5-en voltak abban a transport heliben, na jó, akkor kezdjük el az aprítást. Azt mondja, egy úriember, hát meghalt, jó van. Következő úriember, ő is meghalt, jó van, és a harmadik úriember is szépségesen meghalt. Úgyhogy szerintem sikerült a helikopteres legénységnek az ilyen 60%-át felszámolnunk. Hű, de kezdek fáradni, ez a rossz ebben ezekben a játékokban, hogy komolyan mondom, ez a 3-4 órában úgy lefáradok, mint hogy végigüriztem volna 12 órát. Azért elég sokáig kell koncentrálni, megmondom őszintén. Itt vagyunk a C pont területén, ami jelenleg a mi kezünkön van. De mintha valami piros háromszöget véltem volna felfedezni itt az épület alatt, vagy annak a tetején. Az a gáz, hogy csak a háromszöget látod, de a színkülönbséget azt nem. Hát úgy néz ki, hogy tiszta a terep itt a C-nél, úgyhogy most visszamegyünk valami másik zónába. Hát na jó, hát a dolgok jelenlegi állása szerint a hozzánk legközelebb eső kontrollpont, és ahova a commander is parancsolja, hogy mászunk el, az nem más, mint a B, úgyhogy azt fogjuk hamarosan meglesni. Csak hát a biztonság kedvéért is elhelyezek pár aknát, hogyha esetleg valaki erre jönne, akkor jó legyen neki. Hát... azt mondja, ott egy ellenséges tank. Na végre látunk egy tankot ott a nagy messzi távolba. Juhú! Elnyomunk egy RPG-t és gyönyörű szép robbanás. Istenem, de szép. Na jó, van, akkor kinyírtunk egy tankot, mehetünk tovább a B-re. Most a gyalogsággal kéne kezdenünk valamit. Itt ez a páncélos, szerintem én felveszem velük a kapcsolatot, de majd csípa puffogtat itt engem valahol. Így, jó van, ide jöttünk, keressük meg egy áldozatot. Ah, jó, vele sikerült végezni. Itt vannak még mellettünk ilyen kellemes úri emberek, akik próbálnak minket megölni, de közben hátulról valaki mér minket javelinnel, úgyhogy gyors ütemben is hagytam a járművet. Hát a B-t azt továbbra is osromoljuk ezerrel, ahol közben itt van még egy úri ember, hát az egy bölcs döntés volt itt lerakni, ez úristen ott mennyi van. Hát részemről nem volt annyira okos, hogy mentem feléjük. Lehet, hogy meg kellett volna lapulni. Mindegy, annyi belefér. Na nézzük. Hát továbbra is a B-nek az osroma folyik, úgyhogy hát ha itt van az ellenség, akkor itt kell maradni. Nincs mese. Hát azt nem hiszem, hogy egy golyó nem talált el a fickót. Na jó van. Megnézzük magunknak itt a bejáratot, mert néha innen is ki szoktak ömölni. Megnézzétek csak itt a minimapot, hogy arra felé szivárunknak a piros háromszöge. Hú, de jó, hogy nem maradtam ott. Remélem, hogy ez a mi commanderünk volt, mert amúgy fáj volna. Igen, ez a mi commanderünk volt, jó van, megnyugodtam. De nézzük, azt mondja, ott találta az illető úriember, ilyenkor mindig hasra várják magukat. Hát próbálok ilyen pötyögtetéssel rásebezni, de amíg ezzel én ebből a távolságból megölöm ezzel a fegyverrel, hát az kimondottan sokáig tartott volna, hálainek a közelben volt egy kedves kolléga, aki segítette a feladatot kivitelezni.
Na, és akkor a füstön nem látunk túrósét, de ott jönnek a mérnökök, egy halál. Nem? Nem. Mindjárt én halok meg, úristen. Jaj, ennek is valami olyan optikája lehet, mint nekem, elég jól célzott abból a homályból. Jó, megnézzük, hogy itt található-e valaki, elnyomunk oda egy RPG-t. Hát nem villant a célkereszt, úgyhogy valószínű nincs ott senki. Hagyom a többieknek hagylőjék ott a bejáratot. De nézzük itt a sarkot, tehát az elég nagy osrom alatt tartjuk a fiúkat. Na, végre sikerült egy úriemberrel végezni, gyors tározás. Még egy úriemberrel sikerült végezni, még egy gyors tározás. Azt mondja, valahogy be kéne jönni a húzó zónába. Csak az a kérdés, hogy mennyire leszünk hatékonyak. Ó, a kedves kollégánk előre ment harcolni az illető úriemberrel. Kellemesen lerántott addig, hogy én megöljem, jó van. Bebújjunk ide a sarokba. Ott az ajtónál vannak még. Egy úriemberrel tudtam végezni, de hát ez a túlerő, ez egy kicsit sok volt már nekem. Uravagyám! Na, de sikerült benyomolnunk a B-nek a területére, hogy a kitartós félórás osromunknak meglett a hatása. Itt vagyok már én is a húzózónában, úgyhogy hamarosan szépen feláll nekünk az ászló minden értelemben. Még 40 tiketje van az amerikai haderőnek, úgyhogy hamarosan elmondhatom azt, hogy vége lesz ennek a körnek. És közben a messzi távolból lőtt engem valaki. Nem kéne engem bántalmazni, nem, nagyon nem kéne. Na. Azt mondja, az elpont elkezdett villogni, kedves kolléga akart itt nagy erővel benyomulni a motorosszányával, de csak annyit ért el, hogy lett egy újabb járművem. A C is elkezdett villogni, úgyhogy én megnézem magamnak a C pontot rövid úton, még 15 tiket van hátra. Egy kontrollpont kivételével az összes többi a mi kezünkön van, a C az most beszürkült, magyarán ott nagyobb az ellenséges aktivitás, de már is itt vagyunk a C pontnak a környékén. Megpróbáljuk felderíteni az ellenségnek a hollétét, de már csak 2 tiket, és vége lett a körnek, hölgyeim és uraim, kérem szépen, micsoda küzdelemnek lehettünk szemtanúi. Ó, jó kis pálya ez az Operation Whiteout. Hú, kellemesen elfáradtam. Na, és nézzük, mit sikerült alkotnunk. Azért értek már engem kellemetlen meglepetések, mikor így néztem a statot. De talán most nem. Ó, kaptunk egy Savior medált, egy Kill Assist medált, egy Conquest medált. Fú, mennyi csillag. Istenem, de jó. Mindig ilyen medálokra, meg csillagokra vágytam, ott volt az MVP ribbon is. Jó van, akkor ezek szerint mi lettünk az elsők. És hát, hölgyeim és uraim, íme az eredmény. Köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!